stúdióban pedig már Volner János, a Volner pártelnöke. Jó estét kívánok! Ez így csokom, jó estét kívánok! Nem indulnak az országgyűlési választásokon, ezt meg is indokolták, viszont ahogy olvastam a különböző tudósításokat ezzel kapcsolatban, a Nyugati Fény cikkére lettem figyelmes, amelyben arról írnak, hogy pártjának érdemi tevékenysége nincsen, vidéki hálózata és mérhető támogatottsága sem, így egy leégéstől kímélte meg magát Volner János, hogy el sem indul, és a pártja ehhez mit szól? Hát a liberális sajtó mindig nagyon vicces és támadó velem szemben. A Telex például egy olyan dolgot idézett tőlem, most az idézetet macskakörmök közé kell elképzelni, amit egyébként nem is mondtam, a 444 pedig úgy emlékezett, hogy én valamiféle szexfotókon szerepeltem, amit a nyilvánosságban megjelentettek. Szerepelt? Nyilván nem, tehát ezt senki nem látta rajtuk kívül ezek szerint. Tehát az a lényeg, hogy ez a fajta napi hírhamisítás, ez a baloldali sajtónak a sajátja, meglehetősen méltatlan egyébként, hogy még a címekben is hazudnak. De hogyha nem a leégéstől fél őket idézve, akkor alapvetően mi ennek a döntésnek az oka? Hiszen azt gondolnánk, hogy ha egy új pártot alapít, akkor az a cél, hogy a népszerűségét növelje annak a pártnak, képítse a hálózatát, és utána megméresse magát a választásokon. Igen, én azt látom, hogy alig több mint egy évvel ezelőtt alapítottuk meg a pártunkat. Az elmúlt egy évben országos ismertségre tettünk szert, tehát hogyha most a baloldali tömb elnevezését a saját pártunkéval összehasonlítjuk a Volner pártéval, akkor azt kellett mondani, hogy minket jóval többen ismernek, mint a baloldali tömbnek az egységes elnevezésével, ahányan tisztában vannak Magyarországon. Tudtuk bizonyos kérdésekben formálni, alakítani a magyar politikai közéletet méghozzá pozitív irányban. Ezeket én nagyon fontos és jó lépéseknek tartom, de látni kell azt, és ezt nekünk pártvezetés tagjainak kell látni, be kell látni azt, hogy nem értük el az 5%-os támogatottságot, és ha nem érjük el az 5%-os támogatottságot, akkor az azt jelenti, hogy a szavazataink elvesznek a választás szempontjából, és akkor azzal veszélyeztetnék Magyarországot, hogy növeljük a baloldal hatalomra jutásának az esélyeit. Na most mi még régi vonalas jobboldali politikusok vagyunk, a 2003-as Jobbik alapító nyilatkozat szellemében politizálunk továbbra is, ez pedig kimondja azt, hogy az elsődleges feladatunk a posztkommunista utódpártok és a szélsőséges liberálisok távoltartása a politikai hatalomtól. Én nem kockáztathatom a hazámat azzal, hogy megpróbáljak elindulni a választáson, a végén ne érjek el 5%-ot, és a rám és a pártomra. Mindenképpen 5% a cél? Szavazatok elvesztének. Azért nagyon fontos az 5%-os limit, mert mi most elérnénk valahol 1-5% közti eredményt, akkor költségvetési támogatást azt kaptánk. Ez a párt életében egy rendkívül fontos dolog. Vagy gondoljon arra, hogy 2 hónap múlva folyosítanának nekünk az államkasszából 700 millió forintot kampányra. A listaállítás folyamán kampányra. Ez nyilván a párt építését segíteni, de nem szabad így gondolkodni. Tehát egy hazájáért felelősséget érző politikus az elsősorban a hazájára gondol, és nem a saját pártjának az érdekeire. És mi most azt látjuk, hogy lesz egy kiélezett küzdelem április 3-án, ha a mi hazánk is elindul, és ők se jutnak be, és mi is elindulunk, és mi sem jutunk be, akkor olyan értékes százalékok lehetnek elveszett szavazatok, amelyek a baloldal hatalomra jutásának az esélyeit növelik, ezt pedig egyszerűen lelkiismereti okokból nem tehetjük meg, hogy mi ebben segítjük őket, és hozzáteszem azt is, hogy számunkra az egy egyértelmű választás volt, hogy nem a választási kampányban megszerezhető több 100 millió forintot fogjuk választani, hanem azt, hogy a hazánkat biztos helyezzük. Értem, de a Volner pártnak van olyan erős a tagsága, hogy képes legyen egyéni jelölteket állítani, akár 70-et, listát állítani, ahogy például a választási törvény előírja? Igen, természetesen, hadd emlékeztessek arra, én magam 2007 óta vagyok az országos közélet része. 2 olyan politikai mozgalmat tettünk országosan ismerté és sikeressé, amelynek a neveit mindenki ismerheti Magyarországon. Az egyik a Magyar Gárda mozgalom volt, ahol én elkezdtem a politikai pályafutásomat, a másik pedig a Jobbik, mind a 2 politikával foglalkozó szervezetben vezető voltam, gyakorlatilag a Jobbikon belül is második emberként, az ország legerősebb pártjává tudtuk a pártot tenni, tehát a személyes tapasztalatom, a szaktudásom, az ismerettségem, minden megvan ahhoz, hogy ezt a pártot sikeressé tudjuk tenni, és elinduljunk a választáson. Számomra ez ilyen szempontból nem volt kérdés, itt inkább az a kérdés, mondom még egyszer, hogy kockáztathatjuk-e a hazánkat azzal, hogy a saját pártunk érdekeit
nézzük és a pénzt választjuk, az állami 100 milliókat, vagy pedig Magyarország érdekeit nézzük, és ezért visszalépünk az indulástól. És itt ebben a kérdésben természetesen sokat gondolkodnunk nem kellett. Értem, de mondjuk akár a kampánytámogatás, vagy az 1% kért járó ugye, állami támogatás, az nagy mértékben segíti az adott politikai szervezetnek a működését a következő ciklusban. Akkor miből fognak működni? Hogyan tudják önök magukat fenntartani? Illetve minden egyes megmozdulás, legyen ez egy sajtótájékoztató vagy akció, az pénzbe kerül. Kétségtelenül igaza van, meg kell oldanunk pénz nélkül az életet. Hozzáteszem, hogy előfordult már 2007-től, ahogy elkezdtük szervezni annak idején még a Jobbikot, a Magyar Gárdát, hogy nem volt egyáltalán pénz a kasszában, üres zsebbel kellett politizálni. Hát azt kell, hogy mondjam, ebben is gyakorlatot szereztünk, hogy hogyan lehet üres zsebbel is sikeressé tenni egy országos politikai mozgalmat. Én abban bízom egyébként, hogy az emberek azt látják, hogy nem tartott mindenki a Jobbikra az árulás útján. Engem egyszer a miniszterelnök úr a parlament nyilvánossága előtt az utolsó mohikánnak nevezett, aki kitartott a nemzeti oldalon. Meggyőződésem az, hogyha az emberek emlékezni fognak erre, hogy Volner János nem változtatgatott folyamatosan a nézetein, akkor ez meg fog térülni hosszú távon, ez a fajta elfűség. Kétségtelen, hogy nagyon nehéz lesz, kétségtelen, hogy sokkal jobban járnánk mi párt érdekeket előtérbe helyezve, hogyha a pénzt választottuk volna, de ez nem lehet opció. Na igen, de a Volner pártot Volner Jánossal azonosítja a közvélemény. Viszonylag kevés olyan embert tudnánk felsorolni, nem csak név szerint, hanem amúgy is, akiket mondjuk a Volner pártban tudunk és ismerünk. Kétségtelenül ezzel nagyon sokat küzdünk, hiszen arról van szó, hogy azok a politikusok, akik a pártunkban rendszeresen megmutatják magukat a közvéleménynek, a pártnak van egy 110 000 fővel rendelkező követői bázisa a Facebookon. Ezek a politikusok csak ott tudnak gyakorlatilag közbeszédet gyakorolni és megmutatni magukat a nyilvánosságnak, az országos médiába ők még nem jutottak el. Ez kétségtelen, hogy nehezíti a pártépítésünket, azonban nagyon fontos azt látni, hogy legalább ez a 110 000 ember, aki a párt rajongói bázisát adja, legalább őket el tudjuk érni és tájékoztatni tudjuk a hírekkel. Nagyon fontos lesz az a következő időszakban, hogy kitörjünk ebből az elzártságból, és ne csak én legyek az, akinek megismerik a nevét, hanem például dr. Jávor Miklósét, Büki Szabolcsét, olyan kiválóan felkészült értelmiségiekét, akik a párt nevét fényjel szintik. Az, hogy a Volner párt nem indul a választáson, az jelenti azt, hogy ön sem? Természetesen ez azt jelenti, hogy én sem fogok elindulni. Ugye, ha az ember egy markánsan jobboldaliként megismert politikus, akkor természetes az, hogy csak a jobb oldalt tudná gyengíteni az elvezett szavazatokkal, én pedig nem kockáztatom a hazánk sorsát ezzel. Ismeretes a baloldallal szembeni szembenállásom. A baloldal az örömmel fogadta, hogy én nem fogok elindulni, mert egyrészt ők azt hiszik, hogy Volner János el fog tűnni a politikai szintérről, másik oldalról pedig olyan szempontból persze bosszankodnak, hogy ha nem viszek el szavazatokat a jobb oldalról, akkor nem fogom csökkenteni annak az esélyét, hogy valamilyen folytatás következzen itt be, vagy valamilyen kormányváltás legyen. Ön több korábbi jobbikos politikust is megkért arra, hogy kövessék az ön példáját, név szerint Varga Dalma Andrán, Torockai Lászlót, Bencsik Jánost. Válaszoltak erre a felhívásra? Még egyelőre nem. Én nagyon bízom benne, hogy a politikus társaim azok hasonlóan fognak gondolkodni, mint én, és megfontolják azt, amit mondok. Nagyon fontos azt, hogy ha az ember egy ilyen választási lehetőség elé kerül, akkor azt válassza, amit a lelkiismerete diktál, és ne a pártjának az érdekeit, vagy adott esetben az anyagi érdekeket helyezze előtérbe. Én nagyon bízom benne, hogy ezen a téren változást tudunk elérni. Itt különösen a mi hazánkra gondolok, hogyha most megnézi azt, hogy egy oltásellenes politikával rendelkező pártnak jó-e beülnie a magyar parlamentbe és ott folytatni az oltás ellenességet, meggyőződésem, hogy nem. Ezért én Torockai Lászlót is a másik két pártvezetővel együtt arra kértem, hogy lépjenek vissza. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is nagyon köszönöm önnek.